Most egy olyan vendég érkezett a műsorunkba, aki nagyon szerencsésnek mondhatja magát, hiszen egyik tanára, egyben a példaképe is. Boros Csaba fiatal zeneszerzőre nagy hatást gyakorolt a kortárs magyar zene egyik legnagyobb alakja, Csíki Boldizsár, akitől minden bizonnyal nem csak a zeneszerzés titkait sajátította el. Hogy hogyan lett tanárból példakép, és miért fontos egy példakép az ember életében, arról kérdezzük Boros Csabát, akit sok szeretettel köszöntünk. Én is szeretettel köszöntelek titeket és a nézőket is. Sziasztok! Szia Csaba! Sziasztok! Most nekem nagy kérdésem az, hogy Csaba, te színésznek tanultál, igen, és a generációd egyik legtehetségesebb diákjaként tartottak téged számon a Színművészeti Egyetemen, és mégis hogy fordultál a zene fele, és ezzel együtt pedig Csíki Boldizsárhoz? Hát, jó keresztkérdés. Oké, értem. Igen. Szóval én már az egyetem alatt szemezgettem a zenével, sőt, már a középiskolában is végeztem zenei tanulmányokat, és nagyon érdekelt, hogy ez hogyan fejleszthető, mi ezeknek az a módja, hogy az ember ki tudja fejezni magát, és akkor így jött a képbe Csíki Boldizsár, akit én nem mint tanár ismertem meg első körben, hanem mint zeneszerzőt. Hallottam, hogy van itt, él ebben a városban egy zeneszerző. És akkor én azon voltam, hogy hát egy próbálkozásom van, nem veszíthetek semmit, és elviszem a darabjaimat hozzá. És fogadott, elvittem hozzá a darabjaimat, persze rettentő naív darabok voltak ezek, szóval nem úgy kell elképzelni, hogy most letarolta volna az akkori kortárs zenei palettát, sőt, de viszont az a mód, ahogyan ő ehhez közelített, és ahogyan a maga nagyvonalúságában hallgatta meg, és javasolt néhány dolgot, az mai napig egy meghatározó élmény nekem. Ugye, amikor így jobban belemerültél a zene világába, és már komolyabban kezdtél ezzel foglalkozni, akkor találkoztál biztos, tehát voltak tanáraid, egyáltalán ugye a nagy klasszikusokra is gondolhatnál úgy, mint példakép. Mégis, hogyha erről megkérdeznek, akkor Csíki Boldizsárt emeled ki, és ő maradt meg. Hogy miért ő a legfontosabb szereplő ebben a történetben? Hát, ahogyan a felvezetőben is benne volt, hogy nem csak mint zeneszerző, hanem mint ember is egy hihetetlenül komplex személyiség, azt hiszem, hogy ez egy jó szó, de ezen túl, a művészetén túl olyan emberséget tanúsít a környezete számára, a diákjai számára, azok számára, akik szeretnének tanulni és tudni, hogy az valami elképesztő. Szóval azt hiszem, hogy nagyon jó volna így megöregedni ezzel a fajta nyitottsággal, amit ő mai napig képvisel mindenfelé, ami ebben a világban zajlik, és egyáltalán nem szűnik meg benne az a kíváncsiság, ami mondjuk a mostani fiatalokban, vagy a kortárs zenében jelen van, és még mindig tudok hozzá olyan kérdésekkel menni, amik nyilván mai napig foglalkoztatnak engem is akár a művészet területén. Bármi legyen az, szóval nem csak a zenéről van itt szó. És ez elképesztő számomra, hogy lehetséges ez ma. Mondhatjuk úgy, hogyha nincs Boldizsár, akkor te ma nem lennél a zeneszerző? Ez így kijelenthető? Abszolút kijelenthető. Nekem egy nagyon meghatározó személyiségű az életemben. Emlékszem egy pillanatra, amikor így el voltam, szóval nem voltam teljesen birtokában a saját személyiségemnek, hogy így mondjam. Nagyon sok nehézség volt az életemben, és sétáltam a Bolyai utcán, és megkérdezte tőlem, találkoztunk véletlenül, hogy és a zenével mi lesz? Kérdezte ő? Igen, ő. És ugye beszélgetünk sok mindenről, és ez a kérdés mai napig ugye benne van, mert ez nem csak arra a pillanatra vonatkozott, persze ő úgy kérdezte, hogy arra a pillanatra, de hogy ez egy általános érvényű kérdés is mai napig is az életemben, és a zenével mi lesz, és én akkor azzal az ő energiájával, kedvességével, amivel ő közelített felém, én akkor úgy rájöttem és megértettem azt, hogy ez nem egy ilyen általános kérdés, szóval ez tényleg ott van, és nem véletlenül tette fel nekem.
Tényleg mennyire szerencsés, Csaba, és mennyire jó lenne, ha mindannyiunknak lennének olyan iránytűi az életben, egy személyben akár, személyformájában, akik hát nem csak úgy a szakmailag, hanem úgy csomó területen még fel lehet ránézni. Úgyhogy tényleg szerencsés vagy. És van számodra egy meglepetésünk is, ugyanis megkerestük Csiki Boldizsát, hogy mondja elő is, hogy hogyan indult a ti közös történetetek. Beszéljen egy kicsit róla. Most azt fogjuk megmutatni. Csiki Boldizsár zeneszerző, muzikológus tanár, a kortárs zenei élet markáns alakja, nem csak munkásságával alkotott és alkot maradandót. Sokakat tanított, ihletett a pályájukon, az évtizedek során számos zenész példaképévé vált. Hogy mennyire fontos bárki életében egy élő minta, amely inspirál és valamilyen módon irányt mutat, azt ő maga is tudja, hiszen az ő pályájának is megvoltak a hasonló szereplői. Voltak nagyon jó tanáraim, de aztán az ember azt is kinövi, és akkor jönnek a nagyok. Ugye itt, amit az ember nem tud csak alulról nézni, de legalább megpróbálja azt, hogy behatoljon a műhelyébe, és megnézze, hogy ezek a nagyok mit hogy csináltak. Hát vannak ilyen rejtélyes dolgok, amit nem lehet, hogy mondjam, átlátni, hogy honnan jött az a zseni, például Bachnak, vagy Mozartnak, van, amit át lehet látni, és azért lehet csodálni, és így tovább. Az évek múlásával lassan Csiki Boldizsár is olyan művésszé vált, akit fiatal alkotók csodáltak, akinek a műhelyébe szerettek volna bepillantani, hogy megpróbáljanak valamit ellesni, tanulni a zeneművészet titkaiból. A művészeti oktatás az egy kényes dolog. Mindenki más, nem csak a tehetsége folytán, hanem főleg az, hogy mi van a tarsójában. A legnagyobb nehézség az, hogy mondjuk a mai helyzetünkben itt, legalábbis a városban, az országban nincs meg az a hivatkozási lehetőség, hogy az ember akkor, amikor egy elvontabb, vagy mondjuk egy magasabb szintű tantárgyat próbál megtanítani, hogy arra hivatkozzék, hogy egy X nagy zeneszerző ebben a művében miért azt az akkordot használta, miért azt a típusú kettős ellenpontot találta ki, és milyen könnyen ment ez neki, mert egyszerűen nem tudják, hogy mire. Csiki Boldizsár egyik kimagasló tanítványa kétségtelenül Boros Csaba. A fiatal zeneszerző nem csak tehetségével, hanem már a tarsójában lévő munkáival is meggyőzte a mestert arról, hogy érdemes bevonni őt a komponálás nem mindig tanítható rejtelmeibe. Csabánál ezt megkönnyítette az, hogy neki volt egy háttere, hogy is mondjam, tehát érdekelte az egész dolog, de időt szánt és energiát arra, hogy fel is szívja ezeket, asszimilált egy nagy zenei hátteret, és akkor volt mire hivatkozni. Ez így nagyon megkönnyítette a dolgomat vele szemben. A tehetsége is persze az nyilvánvaló volt az első pillanatokban is, és van itten egy emberi tulajdonság, ami vagy van, vagy nincsen, ez a megismerési vágy. Megismerni azt, hogy Beethoven miért pontosan azt a formát választotta annak a műnek a létrehozására, vagy Mozart miért azokat az akkordokat használja egy műbefejezése pillanatában, illetve előkészítésében. És ez Csabában benne volt. Meg akarta tudni azt, hogy az miért jó és miért szép. A közös munkának természetesen megvoltak a maga nehézségei, amelyeket azonban kellő akarattal és odafigyeléssel sikerült áthidalni. Volt egy érdekes, hogy is mondjam, inhibíció benne. Nem mondanám gátlásnak, hanem voltak olyan helyzetek, amikor ki is jelentette, hogy hát ezt nem tudja megcsinálni, ezért meg ezért.
De ezek nem alibi kifogások voltak, hanem a természetéből jöttek ezek a meghátrálások. Ezeket kellett áthidalni. Nem volt egyszerű ez, mert vele született képesség volt ez a bizonyos akadályoknak a felnagyítása, pedig aztán, amikor nekifogott, szerint, hát ezen nem tudom átrágni magamat, mondta egyszer, hát hogy kezdjek hozzá? Hát úgyhogy először bele kell harapni, és aztán meglátod, hogy fog menni, és akkor tényleg megcsinálta, és így aztán komoly szakmai eredményeket ért el. Boros Csaba ma már elismert zeneszerző, karvezető, egyetemi tanár. Sikerében kétségtelenül ott van a Csiki Boldizsárral együtt töltött idő, ám ez nem csak az ifjú tanítványra, hanem a mesterre is inspirálóan hatott. Olyankor, amikor szebbnek tartott valamit, annak az árán, hogy az nem pont szabályos, akkor azt csinálta, és ez a spontaneitás, ez arra is hatott, aki tanítani igyekezett őt. Most ugye nem lehettek itt ketten a műsorban egyszerre, de próbáltuk ezt így megoldani. Kíváncsi lennék, biztos, hogy volt erre alkalom, de volt-e, hogy ti elbeszélgessetek, és ugyanígy ezt így elmondjátok egymásnak, hogy ti hogy hatottatok egymás munkájára? Hát ennyire mélyen nem, azt hiszem, viszont nagyon sokat beszélgettünk mai napig is, hál' Istennek, rendszeresen. Viszont ezt én még nem tudtam így, nem is emlékeztem egy pár dologra, amit ő elmondott, és ezért nagyon hálás vagyok. Most lesz, amint gondolkozzak. Igen, én az ő munkásságát, tehát amivel ő alkot, és amikor bele tudtam látni az ő alkotói műhelyébe, az több volt, mint inspiráció, mert nem tudom, hogy őszintén az akadémiákon, a zeneakadémiákon, konzervatóriumokban lehetséges-e az, hogy egy ilyen karakterű, volumenű, nagy tudású polihisztornak közel kerüljél annyira a műhelyéhez, hogy lássad, hogy mik foglalkoztatják az alkotás pillanatában. Vagy amikor már kész van valamilyen részlet, akkor abba csak belenézni is egy olyas fajta tapasztalat ez számomra, amit igazából tényleg nagyon-nagyon kivételes embereknek adatik meg az, hogy ehhez közel kerüljön, és én nagyon szerencsésnek is tartom magam emiatt. Gondolkodtál azon, hogyha tovább kellene adni ezt a történetet, meg kellene írni, akkor ezt hogyan formálnád meg, akár a gyerekeidnek, akár a tanítványaidnak? Milyen címet adnál például neki? Hát, hogy milyen címet adnék? Nem tudom címben megfogalmazni, de talán valami olyasmi érzést adnék át, hogy ne csüggedjenek, amikor azt hiszik, hogy képtelenek rá. Szóval ez az ő nagysága ebben rejlik, hogy tulajdonképpen nehéz volt nekem feladni. Szóval annyira húzott magával az ő tudása és a kérdései, hogy adott ponton nem volt kérdés az, hogy én ezt meg tudom csinálni, vagy nem. Holott én úgy éreztem, hogy nem tudom, ő benne ez nem volt soha kérdés. És ez volt az, ami előre lendített azokban a nagyon nehéz helyzetekben, amikor úgy éreztem, hogy talán vannak nálam jobbak is, akik ezt csinálni tudják, és jobban. És ez a hit, amit ő tapasztalt, vagy amit felém próbált állandóan mondani, tettekben is, szavakban is, bármiben, ez nagyon-nagyon előre vitt a pályán, azt hiszem. Tehát ez nagyon fontos. Mindenkinek jó lenne, hogyha így beszélne a példaképeiről, tehát te is ezzel szerintem nagyon sok mindenkinek adsz erőt, hogy beszélsz erről a történetről, mondjuk azt, hogy a szüleink történeteiről is beszélünk, de ugyanígy a példaképeink történetéről is, mert nagyon sok mindent át tudunk ezzel adni. Te gondolkodtál már azon, hogy miben szeretnél példakép lenni mások számára? Vagy ezt lehet így formálni, vagy mi az, amit tovább vinnél akár Csiki Boldizsártól örökölve? Igen, van egy dolog. Ez pedig az, hogy mivel olyan körben dolgozom, ahol nagyon vehemens emberek vannak a művészet, sőt a színházban ott hatványozottabban érvényes ez a vehemencia, az, hogy ugye nem az alkotás helyében nem
veszük sokszor emberszámba az alkotó partnerünket, társunkat. És én ezt nem tartom egy helyes dolognak, és azt hiszem, hogy amiért én büszke is vagyok az eddigi pályafutásomra, hogy soha nem léptem át ezt, tehát nem tettem magam, az emberségemet, vagy azt a fajta közeledést a másikhoz, mint emberhez a művészet alá. Tehát mindig a művészet fölé tettem ezt. Nem hiszem, hogy létezik olyan alkotás ebben a világban, ami fontosabb lenne annál, mint hogy hogyan élünk egymással. Mert hogy ezek a pillanatok, ahogyan ugye fogalmazzuk egymást, ez tulajdonképpen fontosabb a művészetnél. Ebből jön a művészet is tulajdonképpen. Na, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és további sok sikert kívánunk neked. Nagyon köszönjük szépen, Csaba, és remélem örültél a meglepetésünknek is. Köszönöm szépen. Köszönjük még egyszer.